Nem fogta vissza az ingatlan piacot a koronavírus. Országszerte több mint 28 ezer új lakás épült tavaly, amivel 11 éves rekord dőlt meg. Ugyan a használt lakóingatlanok esetében kevesebb adásvételt bonyolítottak az előző évben, mint 2019-ben, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint jelentősen emelkedett az ingatlan miatt hitelezők száma. A hazai hitelállomány soha nem volt még olyan magas, mint 2020 végén, a számok azonban csalókák lehetnek. A növekedés zöme ugyanis egyértelműen a hiteltörlesztési moratóriumhoz köthető, a kormányzati lehetőséggel a tavalyi év végéig közel 300 ezeren éltek. Ez most egy sajátos helyzet, amikor nem kifejezetten csak az olyan megjelenő, olyan engedélyezett és folyósított hitelek összege alakítja a lakáshitelállományt, hanem az is, hogy a kifutó hitelek ugye tovább maradtak a rendszerben a tavaly meghirdetett lakáshitelezési törlesztési moratórium miatt, illetve hát nyilván a bizonyos törlesztő részletek is, ahogy a moratóriumot választó háztartások nem fizették meg ezeket a részleteket, ezek is mind növelték a hitelállományt, úgyhogy azt lehet mondani, hogy nagyjából véletlenül is fele részben a hitelezési moratórium, és csak másrészt másodlagosan járult hozzá az új hitelek kihelyezése ahhoz, hogy így bővült a lakáshitelállomány. Sok az építkezés Nyíregyházán és a vidéki kis településeken, de még ennél is gyakoribbak a lakásfelújítások. Nagy részüket államilag támogatott hitelekből finanszírozzák. Miután a CSOK 2019 nyarától már használt lakás megvásárlására is fordítható, a falusi CSOK pedig egyszerre kínál támogatott hitelt vásárlásra és felújításra, a legtöbb pénzt régi ingatlan megvételére és felújítására folyósították. A 104 ezer hitelnök a megoszlás alapján azt lehet mondani, hogy közel 60%-át azt használt lakásokra fordítják a háztartások. Emellett a második leggyakoribb hitelcél az a lakásépítés, és a harmadik pedig a korszerűsítés és a bővítés. Nagyon sajátos az, ami etéren történt, miközben az új építésre sokan vettek fel hitelt, közben az erre a célra felvett hitelek összege az elmúlt években nem nőtt. 2020-ban ugyanannyi volt, mint 2019-ben, tehát 4,5 millió forint. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a másik két nagyobb csoportban, tehát az új lakásvásárlásánál és a használt lakásvásárlásánál is jelentősen nőtt a jellemző hitelösszeg. Ez az új lakások esetében már megközelítette a 14 millió forintot, a használt lakásoknál pedig meghaladta a 10 millió forintot. Így tehát jelentős különbség látszik a lakásépítésre és a lakásvásárlásra felvett hitelek között. A KSH felméréséből kiderül az is, hogy a jól teljesítők aránya 97%-ot mutat, tehát rendesen törlesztik a felvett hiteleket.